Szervusztok! 2023. október 31-e van. A vénasszonyok nyarának úgy tűnik vége, én mégis azt szeretném mondani nektek, hogy egy napsugaras szép napot kívánok mindenkinek, és a következő napokban is, hát ha nem megy kint az esős időjárásba, akkor menjen a szívetekben, menjen a fejetekben. Egy egészen különlegesen fontos témáról szeretnék ma beszélni, és bár az ilyen különböző kitalált üldözési elméleteknek nem vagyok a híve, de ennek az élőadásnak most vágok bele negyedszer a próbálkozásával, mert hol a rendszer mutatja azt, hogy nem megy ki a közvetítés, hol végigmondtam egy 30 perces bejelentkezést úgy, hogy nem volt hangja, de eddig egyszer sem működött rendesen. Úgyhogy na, nagyon bízom benne, megkértem egy családtagomat, hogy most figyelje az adást, és folyamatosan mutassa nekem a mi kettőnk közötti Viber kapcsolatban, hogy minden rendben van-e vagy sem. Nem tudom, hogy lehet elmondani újra azt a fél órát, amit tényleg a szívemből és az eszemből tettem nektek közé, de megpróbálom. Megpróbálom, és abban reménykedem, hogy talán még esetleg véletlenül ebben az esetben jobb is lesz. A téma nagyon fontos. Éppen ezért nagyon szeretném, hogyha ti is a végén úgy ítélitek meg, akkor ezt valóban minél többen megosztanátok. A számomra egy pozitívum, hogyha követitek is az adásaimat is, és ha bejelölitek a követés gombot is, aki még ezt nem tette meg. De az osztás, hogy minél többekhez eljusson, az a szemüveg, amit fel kell venni, hogy értsük, hogy mi történik ma Magyarországon. Az bejelentkezésem CB-nek azt adtam, hogy Orbán nemzeti konzultációja kimeríti a büntető törvénykönyv, idézem itt a föl, látjátok is a képen, a büntető törvénykönyv 373. paragrafus első bekezdését, egyébként még most más büntető törvénykönyvi cselekményeket is, de ez a leglényegesebb. Nagyon sokszor fogalmazzák meg politikusok, nem véletlenül, mert nincs belőle olyan nagy gyakorlat, ugye, de nagyon sok politikai elemző egyébként használja, vagy ellenzéki politikai pártok is, emberek, kommentátorok használjuk azt a kifejezést, hogy Orbán Viktor és bűnszervezete nem kormányozza Magyarországot, hanem nem valós kormányzati tevékenységet végez, hanem egy úgynevezett propaganda kormányzást. Ebben van igazság, de mégsem teljesen igaz. Propaganda kormányzást ugyanis egy konkrét cél érdekében teszi. Haszonszerzés érdekében. Ha valaki elolvassa, alul fut egyébként a fényújságomban, tehát ugye a végig az adás alatt, idézem pontosan a büntető törvénykönyvnek az idézett paragrafusát, tényállását, amely azt mondja, hogy csalás követel az, aki haszonszerzés érdekében végez hazugságot, vagy egy tévedésben embereket. Igaz, hogy a büntető törvénykönyv alapvetően arra a célra készül, úgy van kitalálva, ugye, hogy emberek egymás között hát szoktak lódítani. Ez azért nem akkora nagy bűn. Ha nincsen mögötte valamilyen nemtelen szándék, akkor az úgy kicsit színesítjük az érzéseket, hogy kicsit megbotlottunk hazafelé, de szóval amikor hazaérünk, akkor már 8 kocsi elütött minket, mégis éppen itthon vagyunk, és csak viszonylag keveset késtünk. Lehet lódítani egy picit, színesebb talán az élet, de mégis azt gondolom, hogy meg kell tudni különböztetni, a büntető törvénykönyv az ki is fejezi, hogy csak ha valamilyen haszonszerzés érdekében. Ha magyar nyelven a haszonra gondolunk, akkor azt hiszük, hogy ez kizárólag direktben, közvetlenül csak gazdasági, pénzügyi hasznot jelenthet. De nem így van, nem véletlenül a jogtörténet, nem csak a magyar jogban, a csalásnak ezt a fogalmát nem csak egy pénzügyi haszonra, hanem ha bármilyen haszonra szert akarunk tenni, aztán egyébként a végén többnyire meg szokott jelenni az anyagi haszon is, mint ahogy jelen esetben is. Az is egy haszon, ugyanis Orbán Viktor és bűnszervezete számára méghozzá létfontosságú haszon, amikor Orbán Viktor 2002 után az első orbáni ciklus elbukásakor rájött, hogy rendkívüli módon meg kell erősítenie a gazdasági hatalmát,
És ehhez, hogy ezt véghez tudja vinni, meg kell erősíteni, úgymond akár kizárólagossá kell tenni a jogalkotás fölötti hatalmát és a média fölötti hatalmát. A média az, amely az egyre nyitottabb világunkban egyértelműen azt teszi lehetővé, hogy az embereket becsaphassam, tévedésbe ejthessem, mondja a csalás egyik meghatározó elemeként a büntető körvénykönyv idézett passzusa. Ja, hiszen, tévedésbe akarom ejteni az embereket. Tévedésbe akarom ejteni, hogy örökre vagy nagyon hosszú időre megszerezzem Magyarország felett a kizárólagos hatalmat, és ha azt megszereztem, és kellő módon tudom az embereket embereknek egy széles körét tévedésben tartani, akkor természetesen módom lesz a gazdasági hatalmamat is megerősíteni. Ha valaki visszaemlékszik a 2010-es évek elejére, akkor még az akkori, ha jól emlékszem, a Corvinus Egyetem rektora is beállt Orbán Viktor követői közé, amelyik azt mondta, hogy hát nem korrupció az, hogyha közpénzből hihetetlen gazdag embereket hozok létre Magyarországon, a magyar polgárság egy elitje körében, azért, hogy azok megfelelő tőkével rendelkezzenek ahhoz, hogy utána, mert ők magyarok, és Magyarországon van, és ott szerzik meg ezt a gazdasági tőkét, befolyásoló erőt, lehetőséget a gazdaság meghatározó szektoraiban, hogyha ezt létrehozom, az nem korrupció, hanem az egy magyar érdek, mondta Orbán Viktor. És csapata, és hogy egy polgárságot alakítom ki. Aztán, hogy ennek következtében a lánya, a veje, az ő közvetlen baráti köre, az édesapja, a rokonai, a Nemzeti Bank elnöke, az a Nemzeti Bank elnökének a fia, Lázár János, ugye, miniszter, aki ugye a harcostársa, annak a családja és környezete, Rogán Antal, az ő propaganda minisztere, aki ezt a tévedésbe ejtésben az egyes számú megbízottja az Orbáni bűnszervezetnek, hogy ők mind milliárdosok és sokszoros milliárdosok. Orbán Viktor valószínűleg ezerszeres milliárdos, nagy forintban milliárdos vagyonra tett szert, és a gazdaság legfontosabb területeit is a kezébe tartotta. Úgyhogy a tévedésben ejtésnek megvan ez az anyagi haszonszerzés is, de éppen azért, hogy ez a fajta gazdasági pozíció betöltés utána már visszaasson a politikai pozíciójában, és azt az eredendő célját, hogy a politikai hatalomban is, ameddig ő abban a hatalomban szerepet kínál magának vagy az utódainak, legyenek az mondjuk a veje vagy a lánya részében, utódainak is biztosítva látja, ahhoz ezt a gazdasági hatalom, ezt a hátteret az ő hite szerint megteremti. Orbán Viktor gondolkodásmódjában a Fidesz-KDNP működésében, csak ugye ennek az ideológiáját Orbán fogalmazta meg, és verte keresztül vassal, villával, akinek nem tetszett, ha mondjuk a Fidesz alapítói közül, azokat onnan rendre ki is szorította, meg a kormányokból, a kormányából is kiszorította, akik bizonyos idő után erre már nem adták a nevüket. Ez a megtévesztés politikája meghatározó. Igen ám, de azt mondjuk, hogy demokráciának kellene lenni az Unió minden tagországában, így Magyarországon is. Azt mondjuk, hogy a demokrácia az, hogyha az emberek döntenek. Demokrácia marad akkor is, ha az emberek rosszul döntenek. Tehát, hogyha úgy gondolták, hogy nekik Orbán Viktor a legmeghatározóbb személy, és ha nem is kétharmaddal szavaztak rá, hanem a választási szabályoknak egy eltorzításával érhető el, hogy volt olyan, amikor a kétharmados mandátumhoz nem egész 44%-os támogatottsága volt a Fidesznek, volt, amikor 48, most legutóbb egyébként 54%, de hát az sem kétharmad, és 54-el sem szabadna az alaptörvényt módosítani, 43-mal meg kisebbségi kormány szoktak a demokratikus államokban alapítani, tehát ezek ugye fontos elemek, de az embereknek joguk van, a demokratikus felfogásban joguk van rosszul dönteni, ha ők döntenek rosszul. De a választási csalás, a BTK 376. paragrafusa szerinti csalás és tévedésbe ejtés, az nem jelenti a választójog tekintetében, hogy választási csalás is bekövetkezik.
Ezért írom a képernyőn fölül azt, hogy Orbán Viktor nemzeti konzultációja kimeríti a tévedésbe ejtést, a választási csalást is egyébként ebben a megközelítésében. Kimeríti, mert az emberek nem rosszul döntenek, hanem az emberek megtévesztve döntenek. Nem véletlen, hogy tudományosan is, de az elmúlt időben nagyon sokat foglalkoztam vele, a szikragyújtásunk is erről szól, és az ezzel kapcsolatos mostani nemzetközi fellépésünk is ennek a tükrében van, hogy a választást, a szabad választást az emberek 99% úgy gondolta, hogy ellenőrizni kell minden szavazófülkét, hogy szabályosan került-e sor az összeszámlálására a szavazatoknak a választás napján, és hogy mindenki leadhatta-e a szavazatát, és akkor itt, hogy de hát nem adhatták el a künhoni magyarságban esetleg nem létező személyek is leadták a szavazatukat, vagy létező személyek, akik nem tudtak róla, hanem helyettük adtak le levélszavazatokat Orbán Viktor mellett, de mindesetre ebben a választási pillanatban lévő helyzetre koncentráltak. Pedig a szabad választásnak az ezek csak szükséges, de nem elégséges feltételei. Az elégséges feltételnek talán a legmeghatározóbb mondata az úgy hangzik, hogy az emberek felismerhessék a saját érdekeiket, és a saját érdekeik szerint elmehessenek szavazni, és innentől jön az, amiről eddig beszéltünk, hogy leadhassák a szavazatukat, és a szavazatuk az arányosan befolyásolja majd a választás után kialakuló kormányzati, államigazgatási vagy társadalmi rendet, hogy vegyük ennek a legszélesebb körét. Tehát az ő felismert akarata arányosan jelenje meg a következő 4 évben. És ha majd rájön arra a következő 4 évben, hogy az nem úgy van, ahogy őt neki ígérték, akkor majd 4 év múlva nem véletlenül, 4 év múlva újra szavazhat, és nyugodtan megváltoztathatja, hogy mégiscsak hol látja azt a politikai fellépést, amelytől az ő érdekei szerinti legjobban teljesítő kormányzati társadalmi környezet a választás után ki tud alakulni. Azaz, ha az embereket tévedésben ejtik, és nem úgy mentek el szavazni, hogy felismerhették a saját valós érdekeiket, akkor az egy valós csalás. Amikor arról beszélünk, hogy média egyensúlynak és finanszírozási egyensúlynak kell kialakulni a választási környezetben, az ebből az alapelvből vezethető le. Nem az az alapelv, az egy következmény. Hogy ha egyszer azt mondjuk, hogy az embereknek úgy kell elmenni szavazniuk, hogy felismerhetik a saját érdekeiket, ezt nem torzították el a környezetükbe, nem ejtették őket tévedésbe, ugye? Annak az az alapvető biztosítéka, hogyha az emberekhez való információ eljutatás pénzbe kerül, akkor egy finanszírozási egyensúly volt a különböző politikai erők között, tehát feltehetően sok oldalról tudtak az emberek tájékozódni. Ha a média felület is arányos, akkor az emberekkel, akikkel a mindennapjaikban szembe jön velük az információ, akkor is sokrétű információ jött szembe, és abból majd ők levonják a saját érdekeiket, és vagy jól, vagy rosszul, de ennek megfelelően adják le a szavazatukat. Ha megtévesztették őket bármilyen módon, megtévesztették őket, akkor az torzítás, és ha a torzításnak a mértéke elég nagy, akkor már választási csalás abból a megközelítésből is, hogy érvényteleníti azt a választási eredményt, aki a választási csalást elkövető nyerességét jelentette volna, a mellette leadott szavazatokat ez esetben már nem szabad, nem lehet és nem is jogszerű figyelembe venni. Ugye erre épül az Európai Uniós beadványunk is. Még nem ismertek a konkrét kérdései az Orbán Viktor és szervezet által most bejelentett, által novemberben induló új nemzeti konzultációjára, de miután sem a személyisége nem változott meg Orbán Viktornak, ezért ha az eddigi összes nemzeti konzultációt megnézzük, akkor okkal vélelmezhető, a kiszivárogott hírek szerint is okkal vélelmezhető, hogy ez a nemzeti konzultáció sem jelent más, mint nagyon széles körben az emberek megtévesztését.
A büntető törvénykönyvben, ha valaki csal haszonszerzés érdekében, csalást követel, tévedésbe ejt valakit, és az annak megfelelően például nem az érdekei szerint ment el szavazni, ugye az egészében, akkor is már ez a tényállás ki van merítve. Legfeljebb az az egy megtévesztett ember nem fordítja meg a választási eredményt. De ha 10 ember tévesztenek meg, akkor az már elég súlyos. Ha 100-at, ne talántán 1000-et, akkor a BTK ezen paragrafusának már a hozzá kötött szankcióknak a tetejét kellene alkalmazni. Ugye a legtetejét. De mi van, ha okkal és alapos véleménnyel állítható, hogy a megtévesztett emberek száma 1, de inkább 1,5 millió. Nem akkor következik be tehát a választási csalás, ha úgy tetszik az Orbáni rendszer, vagy a Fidesz-KDNP részéről, ha 10 embert, ha 50 embert tévesztett meg, mert az érdemben nem befolyásolta a választás végeredményét. De egy olyan országban, ahol 7-8 millió ember választójoggal rendelkező felnőtt lakosság van, amiből átlagosan 4-5 millió megy el szavazni, ha ott 1,5 millió embert tévesztettek meg tudatosan és egyirányú szavazatleadásban, tehát tévesztettek meg, ott a választási eredményben a csalás elkövetőnek a őrá leadott szavazatokat nem lehet és nem szabad a jog keretei közül figyelembe venni. Sem a tagállami parlament választásában, sem az önkormányzati választásban, de miután minden magyar állampolgár az Európai Unió állampolgára is, ezért az Unió parlamentjébe történő beválasztásban sem. Hangsúlyozni szeretném, hogy azt a listát, amely melletti szavazatoknál ilyen nagyságrendű megtévesztés és választási csalásra kerül sor, azt a listát nem. Akinek nem sikerült elérni, és azon állampolgároknak a szavazata, akik a tévedésbe ejtésnek ugyan olyan szempontból sértetjei voltak, hogy feléjük is megfogalmazódott, de nem voltak áldozatai, mert nem estek tévedésbe, azok a szavazatok természetesen a jog szerint jogszerűek, és azzal szerzett mandátumokat, azokat ki is lehet osztani, sőt nem ki lehet, hanem alapvetően ki is kell osztani. A BTK idézett paragrafusa nagyon szépen rámutatja, hogy a csalás nem csak abban a tévedésbejtés, nem csak úgy fogalmazódhat meg, ha valamit profi módon kitaláltak, hanem ha csak valamilyen igazságtartalmat, tehát valamilyen igazságot olyan arányokban és olyan módon mutatnak be, hogy az igazsággal ellentétes tartalmat kapjon a végén. Tehát, hogy és ez jelenti a megtévesztést, hogy megtévesztődjön az, aki azt a részleges igazságot olvassa. Azt gondolom, hogy ha nemzeti konzultációt szakmailag véleményezni kellene, akkor maga a nemzeti konzultáció egyébként önmagában tiltott a joggal összeegyeztetetlen és jogsértő. De ezt most tegyük félre. A nemzeti konzultációnak ez a fajta kitalálása, ez egy nagyon erősen, nagyon tudatosan, nagyon kidolgozott, ha úgy tetszik, legyen profi módon, csak nem szívesen használom a profi kifejezést egy bűnszervezet mellett, mert akkor az egy galád módon. Egy nagyon tudatosan elkövetett tudatos bűncselekmény, tudatos galádság módon van kidolgozott. Az egyes kérdéseire pedig a büntetőkörülmények a tévedésbejtésnek ez a második megfogalmazása van, hogy valamilyen valóságra épít, de azt úgy torzítja el, hogy ellentétes tartalmat kapjon, hogy a lényegi tartalma már ne a valós lényegi eleme legyen, hanem egy benne való kis motivált szituáció. Hogy értsétek, konkrétan értsétek, mit gondolok ez alatt, legyen értelemszerű. Mikor a migráció nagy számban érkezik egy országba, sokan, és most vegyük akár a legális migrációt, mondjuk a kormány által behozott munkaerőt, vagy pedig a követségeken, külföldi, külföldi követségeken a magyar törvényeknek megfelelően menekült státusszal rendelkezők által kapott menekült státusszal bejövő embereket, és az illegális migrációt is, de vehetjük a legálisan bejövőt is. Ha ezeknek a száma 1000-es, 10000-es vagy 100000-es,
Az uniót tekintve milliós, az Egyesült Államokat tekintve milliós, akkor mindenki tudja. Tehát ez egy teljesen nyilvánvaló, hogyha bejött, vegyük a magyar számot, bejött 100 vagy 200 ezer ember, például a letelepedési kötvényekkel, amin milliárdokat keresett Orbán Viktor és csapata, Rogán Antal és környezete, ja, az részében, akkor én nem állíthatom a valóságban azt, nem mondhatom, hogy azáltal csak terroristák, bűnözők és gonosztevők jöttek be Rogán Antal több tízezer letelepedési kötvényesével. Lehetett abban valóban olyan személy, aki egyébként egy abszolút tisztességes életet él, tisztességes nagy gazdasági hátteret sikerült kialakítania, és az ő számára különösen fontos, ha növekedni akar, hogy az unión belülre kerüljön, és ezért nagy, úgymond tőkebefektetéssel bejön az unió területére, és azt a hasznos tevékenységet, amit egyébként eddig úgymond harmadik országban követett, folytatott, az kiterjeszthette az unión belül is, és itt is teljes szabad mozgása van, egyenértékű a tőkeáramlása, ott lakik, ahol akar, tehát ugye megkapta ezt a szabadságot. Minden bizonnyal a letelési kötvényesek között is ennek van nagyobb száma, maga a letelepedési kötvényt az Európai Unió, meg a világ legtöbb országa beleértve az Egyesült Államokat is, hogy ennek megfelelő konstrukciót, tehát hogy könnyített, gyorsított állampolgárságot, vagy könnyített jelenlétet kapsz, ha bizonyos nagyságrendű befektetéssel érkezel az országba, mert az adott országnak az hasznos munkahelyeket teremtesz, a gazdasági fejlődéshez hozzájárulhatsz. Erre van kitalálva. De akárhogy is teszem ezt, ha ekkora a számossága, abban lesz olyan is, akit nemzetközi körözés alatt van, ha mondjuk a rogáni kormány csak a saját zseppénzét nézi, a rogáni adminisztráció csak a saját zseppénzét nézi, beleértem Orbán Viktort is, hát akkor belekerülnek. De ha nem lenne ilyen, akkor is belekerülnének olyan emberek, akik aztán, mikor itt vannak az ország területén, akkor különböző jogsértéseket, törvénysértéseket követnek el, magas szintűeket, kevésbé magas szintűeket, lopnak a közétbe, vagy kirabolnak embereket, vagy pedofilok és kisgyermekeket gyaláznak meg, vagy nőket erőszakolnak meg, mert úgy gondolják, hogy a gazdasági hatalmuk szempontjából ez is számukra megengedett, vagy netalántán kifejezetten azzal jönnek be, hogy terroristák legyenek, és a terrorizmus támogassák. Teljesen egyértelmű, hogy a letelepedési kötvény tízezreiben is van ilyen, és a migrációnak mindegyik a legális és az illegális formájában is van ilyen. De sem a legális migráció, sem a letelepedési kötvény, sem az illegális migrációban a jobb gazdasági megélhetésért, a családjuk támogatásáért, életveszélyben lévő ladikokon átúszó emberek sokasságában nem a terrorizmus a meghatározó. Na de ha úgy teszem föl a kérdést egy nemzeti konzultációba, és csak igen, nem válasz lehetőségem van, hogy támogatom-e a migrációt annak ellen, vagy a migrációt, és a migráció kapcsán Magyarország területére bejövő terroristákat, amelyek veszélyeztetik az ország biztonságát, a mindennapi környezetünket, felélesztik Magyarországon is a terrorizmust, a bűnözést, a nők megerőszakolását, a gyermekeink zaklatását, stb. Stb. Hát akkor, ha nem az volt benne, hogy mi a véleményem a migrációról, pont, hanem az volt a véleményem, hogy a migrációnak abban a változatában, tehát a migráció kapcsán azt a folyamatot támogatom, hogy tudom, hogy közben feltétlenül terroristák is jönnek be, meg bűnelkövetők, meg rablók, és stb., akkor erre az igen választ nem adhatom meg. De ha nem az, hanem nyilván csak a nemet, ugye, hogy nem támogatom, és akkor Orbán migrációs ellen propaganda kormányzása, mert a valóságban 10 és 100 ezreket hoz be Magyarország területére, meg választó jogot alakít úgy, hogy ez az ő számára kedvezőbb legyen, de akkor erre tud hivatkozni. Ez a megtévesztés, igen, de nem mindenki olvassa a nemzeti konzultáció úgy, hogy hát rosszul van
van a kérdés föltéve. Hát nincs lehetőségem elemző választ adni. Ugye, hivatalosan egyébként ilyen kérdés népszavazásra nem is lehetne bocsájtani a törvények, a hatályos törvények szerint sem, mert nem egyértelmű a kérdésfeltevés és a válasz. Tehát nem tudom belőle eldönteni, hogy melyiket válaszoljam, mert nem a migrációval van bajom, hanem a terrorizmussal. Igen ám, de van Magyarországon olyanok, voltak egyébként az iszlám államhoz is kimenő magyar állampolgárok, akiknek a nagyszüleik, dédszüleik is a mai Magyarországon születtek, nőttek föl, a nagyszülők is, a szülők is, és a gyereknek eltorzult a közösségi média felületen lévő marketingnek, megtévesztéseknek köszönhetően eltorzult az értékrendje, és úgy látta, hogy csak azért nem sikeres, mert nem normális az a világ, amelyben ő most kénytelen élni, és csatlakozott az iszlám államhoz. Tehát nem csak a migrációval, letelepési kötvénnyel, munkavállalással jöhetnek be ilyen emberek a valóságban, hanem ott, ahol milliók élnek, ott lesznek benne ilyen emberek, akárhogy is, ha ott törzsgyökeresen sok-sok felmenő ágra is ott született gyermekekről van szó. Na de a nemzeti konzultációban így alakítja ki a kérdést, és vagy el kell vetnem az egész migrációs lehetőséget, vagy minden mást, ami az orbáni propagandával, az LMBT csoportokkal, stb. Szemben, hogy akarom-e, hogy az óvodában nemi átalakítás lehetőségéről lévő előadásokat tartsanak LMBTQ közösségek. Hát akkor nem akarom. Tehát ez természetesen nem akarom. Ja, hogy ők sose tették? Sőt, oldás gyerekekre plakátokon csak Orbán Viktor hívta föl elvben erre a lehetőségre a figyelmet. Ja, az nem érdekes. A kérdés feltevése a megtévesztésre szólt, és bizony nagyon széles körben, erre mondtam azt, hogy a Orbáni rendszer által a választó polgáriban 2,5-3 millió ember szavazott most utoljára rájuk, abból egy 1,5 millió ember azt gondolja, hogy az LMBTQ-nak ez az egyenes következménye. A migrációnak egyenes következménye, hogy terroristák fognak jönni Magyarországra, és Magyarország a biztonságos ország helyett egy a mindennapi életünkben lévő állandó félelmet kelt majd a saját életünk, a gyermekeink, családtagjaink, barátaink élete szempontjából. És ha ezt érzi ki a kérdésekből, és sok millió ember, mert minden magyar választópolgárnak elküldik a nemzeti konzultációt, és végigolvassa, és benne 1,5 millió ember esetében nincs meg az az elemző képesség, nincs rajta az a szemüveg, hogy észrevesz, hogy őt megtévesztik, akkor úgy gondolja, hogy igen, ez egy meghatározóan fontos kérdés, és ebben a kérdésben az egyértelmű álláspontot Orbán Viktor képviseli, ezért ha tetszik, ha nem nekem, hogy a sógor, a gyermeke, apja, anyja, az egész környezete, baráti köre, miközben a magyar lakosság több mint 50%-ának már nincs akkora bevétele, mint a kiadási kényszere, azaz folyamatosan szegényedik, és körülbelül 1/3 már mély szegénységben él, körülbelül 20-25%-a éhezik, ugye, 1/3 pedig nem egészségesen táplálkozik, nem azért, mert rosszul döntött, hogy mit akar enni, hanem már az a szervezetéhez szükséges táplálékból az egészséges táplálékokat nem tudja megfizetni, akkor sokszoros milliárdos, százmilliárdos, ezermilliárdos személyek alakulnak ki, látja, de igen, de engem megvéd a terrorizmustól, hiszi Orbán Viktorról, miközben nem védi meg, ez egy megtévesztés a választás kapcsán, és ennek megfelelően úgy megy el választani, hogy nem ismerte föl a saját értékeit, és ezt most nagyon széles, különböző társadalmi csoportokra tudom mondani. Ezért én állíthatom, hogy egyre inkább 1,5 millió ember egy irány van, a Fidesz-KDNP állami vezetői, politikai vezetői irányában kerül sor folyamatosan, évente több százmilliárd forintos nagyságrendben ráfordítva közpénzeket megtévesztésre.
És ez megváltoztatja azt a szavazati eredményt, amit egy szabad választás hozott volna ki, méghozzá alapjaiban változtatja meg, és az Orbáni rendszernek például kétharmados mandátumot biztosít. Ez maga a BTK-nak a nagyon súlyos megállapítása, és a választási csalásnak, amely társadalmi berendezkedés, egy demokratikus társadalmi berendezkedésnek pedig az alapja, hogy az emberek akarata szerinti vezetés, társadalmi irányítás és társadalmi környezet alakuljon ki, és az emberek akarata az pedig a saját felismert érdekeik alapján kerüljön sor. Úgyhogy hát van egy olyan mondás is, ezt még a végén talán szeretném elmondani most ismét, hogy van egy mondás, hogy minden rosszban van valami jó, hát itt is van benne valami jó. Orbán, ugye ma a demokratikus ellenzék az orbáni rendszert elfogadni nem tudó politikai mozgalmak, pártok, szakszervezeteket sikerül egy asztalhoz, legalábbis egy vizuális asztalhoz leültetni, és az Európai Unió bizottságához végrehajtó szervezetéhez sikerül feltette novemberben fordulni annak érdekében, hogy aktívan védje meg a magyar állampolgároknak a szabad vállalkozáshoz való jogát. A szabad vállalkozás, azt is védje meg, de védje meg a szabad választáshoz való jogát, azaz, hogy úgy mehessen el majd 2024. június 9-én választani az Európai Unió parlamentjébe, úgy mehessen el választani, hogy előtte felismerhette a saját érdekeit, nem torzíthatták el az orbáni propaganda képezet, módszertana. És itt jöjjenek ide, legyenek itt 6 hónapon keresztül, stopper órával nyugodtan tudják nézni, hogy milyen torzítást csinált, vagy akadályozzák meg, hogy torzíthasson a közmédia minden szereplője, tévérágyó, stb. Az egyéb szereplői. Nézegessék erre vonatkozó szakemberek, létezik ennek a tudományos módszertana, hogy a szembejövő információk arányosak voltak-e, nem torzítottak-e valamelyik irányba, és ha igen, akkor annak mi volt a pénzügyi szükséglete, és annak a finanszírozásnak mi volt az elsődleges forrása. Nem ám úgy, hogy egyébként a közpénzből juttattam rendkívül sok pénzhez egyszemélyes állami vállalatokat, amelyek aztán a saját üzleti érdekeiktől teljesen függetlenül 100 és 100 milliárdokkal erősítettek meg olyan direktben létrehozott civil szervezeteket, akik majd ezt a propagandának akinek a feladat, ennek a propagandának a közösségi médiában és az utcán, az információs környezetünk megtévesztésébe kell felhasználni. Nézzék meg, és akkor azt tudományosan majd lehet mondani június 9-e óta, hogy volt-e megfelelő szabad választási információs környezet Magyarországon, hogyha nem volt, akkor kitorzította el, és a torzítás elérte azt a mértéket, ami miatt nem lehet figyelembe venni a torzító részére eladott szavazatokat, azt nem lehet befogadni az Európai Unió parlamentjében. Na ebben a közegben azért nem ártanak a bizonyítékok. És ha most igaz, hogy novemberben, vagy legkésőbb decemberben megjelenik az új nemzeti konzultáció, és az hasonló módon fog elkészülni, mint az eddigiek voltak, hát nem egy nagy kihívás lesz, ezt akár angol nyelvre fordítani, bár ez se volna kötelező, de lefordítani angol nyelvre, és bizonyítékként csatolni az unió beadványához, hogy ez tömeges, minden magyar választópolgárhoz eljuttatott, a kormány és közpénzen eljuttatott, az emberek megtévesztését célzó, és kizárólag azt célzó, a jelenlegi regnáló hatalomnak a fő mondatait, tehát a propagandáját, amire építkezik, amelyeket az embereket a tudat is bemondja, hogy ez nem jó, Brüsszel miért nem jó, tehát ugye miért nem kell nekünk az unióba lenni, hogy szép lassan majd kivezethessenek minket az unióból, miközben amíg a magyar állampolgárok döntő többsége az unió tagja akar maradni, miért nem agresszor Oroszország, tehát hogy le fogjuk tenni,
És akkor ez egy olyan bizonyíték, amely nem csak azt mutatja, hogy az eddigi összes választást megelőző 6 hónapos időszakban milyen torzító tevékenységet végzett az Orbáni propaganda rendszer, méghozzá olyan, amelyik érdemben megváltoztatta az összes nemzeti és nem nemzeti választást, hanem mondjuk az előző uniós választásokat is, és hogy ezt nem szabad megengedni 24-re, be fogjuk tudni mutatni, úgyhogy ennyi haszna azért a mostani nemzeti konzultációnak van. Remélem, hogy sikerült nektek felhívni egy nagyon fontos dologra a figyelmet, és bemutatni ezt a különlegességet, amikor az ember fekete-fehéren a büntető törvénykönyvet egy kormánnyal és egy állammal szemben mutatja be. Pedig a büntető törvénykönyv, mint az elején mondtam, inkább a személyek közötti vitára gondol, arra koncentrál, mert az a mindennapos. De nem is olyan régen, talán 1-2 éve Bárándi Péter volt igazságügyi minisztertől, a büntető jog szerintem magyarországi legmagasabb szintű ismerőitől hallgattam egy nagyon érdekes előadást, nem fogok most ezzel nektek egy fáradtságot okozni, de amely elmondta, hogy a büntetőjogot a korszerű nemzetközi jog már tudja alkalmazni a jogi személyre is. Tudja alkalmazni, mert a korábban ez úgy vetődött el, hogy hát a jogi személyt nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni, mert nem lehet lecsukni. Hát ugye a magát a jogi személyt nem, legfeljebb az egyes vezetőit. Igen ám, de a büntető jog szankciói között, és mondja ezt a modern jog, olyanok is vannak, ami a jogi személlyel szemben is érvényesíthető. Tehát csak azért, mert az egyik nem valósítható meg, a többi megvalósítható. És ilyen a büntető jog egyik legfontosabb küldetése, a jövőt tekintve való megelőzés, de a bűnelkövetés megállítása és eltiltása a jövőtől, tehát a folytatásától. Ez is egy szankció. Amikor például a büntetőbíróság egy döntésre például kimondja, hogy a közügyektől ki vagy mennyi időre van eltiltva. De hogy azért van mondjuk lecsukva ugye az egészében, hogy ne folytathassa a bűnelkövetést. De a lényege ennek a mondatnak ugyanaz, hogy a büntetőjog szankcióban, ítéletében kihozhatja az eltiltást. Hogy eltiltom az elkövetőt attól a gyakorlattól, amely sérti a büntetőjog alapvető elveit, mert például embereket megtéveszt. És olyan dologra használ föl, amikor a saját érdekeikkel szemben lépnek, a büntető joggal visszaélő személye, vagy személyeknek, vagy csoportoknak, érdekében. Tehát a magyar állam is a modern jog szerint elkövetheti a bűncselekményt, és alkalmazhatóak rá a büntető jog előírásai is. Hát, ezt szerettem volna elmondani. Kérem, hogy minél szélesebb körben azért ezt osszátok meg. Nagyon fontos volna ezt minél többeknek látni. Nagyon fontos időszak következik, mert a magyar társadalom alakításában a talán a legfontosabb a nemzeti parlamenti választás, de nem biztos, hogy így van. Az önkormányzati választás lehet, hogy még ennél is fontosabb, vagy legalábbis egyenrangú vagy egyenrangúnak kellene lenni. De mert minden magyar állampolgár az unió állampolgára is, és mert Orbán Viktorral szemben jogi eszközökkel az unió tud fellépni az Európai Unió bíróságán keresztül, mert az európai jog a pillanatnyi jogi státuszunkban a nemzeti jogot megelőzi. Tehát ha azt mondjuk, hogy Magyarország Orbán Viktor már az Alkotmánybíróság és a Kúria szintjén, tehát a két legfelsőbb szintjén, már mindenképpen bízhat a teljes beavatkozási lehetőségével, tehát hogy az abszolút kontrollja akár az Alkotmánybíróság, akár a Kúria fölött is, hogy ezzel már rendelkezik, de az európai jog fölött nem, és az európai jog az megelőzi az alkotmánybíróságunkat, megelőzi a kúriát, mert amíg az Európai Unió tagjai vagyunk Magyarországon, addig az európai jog, a nemzeti jogunkat megelőzően, és vannak az Európai Unió végrehajtó szervezetének, vannak eszközei is arra, minden további vannak eszközei, hogy kikényszerítse a magyar társadalom, a magyar kormányból, hogy az Európai Unió jogának érvényt szeressen. Illetve egy eszköz egy esetben nincs,
Orbán Viktor ebbe az irányba viszi ezt az országot. Ha azt mondja, hogy igen, lennének velem szemben eszközei, ezért én kivezetem Magyarországot az Európai Unióból is, és kivezetem a NATO-ból is, mert akkor már egy másik katonai szövetséghez kell majd csatlakozni a Magyarországnak. Úgyhogy kérem, osszátok minél szélesebb körben, és ha megtiszteltek vele, és még nem tettétek meg, akkor kövessétek is ezt az oldalt. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, további szép napot kívánok!